Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Még Németországban műemlékeket és településeket rombolnak le, csak mert mindennél fontosabbá vált a szénbányászat az atomerőművek leállítása miatt, Magyarország más módon igyekszik fedezni az egyre növekvő energiaszükségletet. Vendégem Süli János, a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit. Először kérem, hogy segítsen nekem tisztázni a felelősségi viszonyokat ön, illetve a Szódi Attila között. Tehát miért felel ön, miért felel a Szódi Attila a Paks kapcsán? Tehát nem felelek tárca nélküli miniszterként a elhangzott témákért, tehát a tervezésért, megépítő üzembehelyezésért az erőműnek, és hogy itt számtalan egyéb feladat van még, ami nem a kerítésen belül feladat. Ott Szódi Attila korábbi kormánybiztos államtitkárként, tulajdonképpen ő a műszaki, az erőmű belső, tehát a műszaki tevékenységnek a koordinálását végzi az én beosztottamként, és van még egy államtitkár, a Becskázi Attila úr, aki a kapcsolódó térségfejlesztéssel, infrastruktúrafejlesztéssel, lokalizációval, tehát mindazzal, ami nem a kerítésen belüli feladat, azzal pedig a Becskázi Attila úr foglalkozik. Jó, világos akkor. A bővítés ugye hangos ellenzéki és környezetvédelmi ellenkezéssel járt együtt, hogyha röviden össze kellene foglalni, hogy mivel indokolná a paksi atomerőmű bővítés szükségességét? Itt azzal indokolnám, ami a műszaki valóság. Tehát Magyarországnak szüksége van hosszú távon olcsó, biztonságos, időjárástól függetlenül megtermelhető, fenntartható energiaellátásra. Ennek mi azt mondjuk Magyarországon egyedüli, hosszú távú lehetősége az atomenergia. Itt a CO2 kibocsátásról ugye nem beszéltem. Egyébként a 12-ben elfogadott törvény szerint három láb vonálást javasolt a kormány, és ezt fogadta el a parlament, amiben a lignit vagyon, a megújuló energia, és az atom erőmű, ez a hármas adná végleges megoldást Magyarországon. Az tény, hogy ugye körülbelül az elmúlt időszakban több mint 30% importtal üzemelt az ország, idén is ez 28% fölötti volt, és tavaly ilyenkor a hideg időben, amikor a mátrai erőműben a lignit összefagyott, akkor üzemeltünk 54%-os importtal. Tehát ez gazdasági olyan kockázatos, hogy egy normális ország ezt a kockázatot nem vállalhatja föl. Sokszor előjön az az érv, hogy hova termelünk mi áramot, amikor az a tapasztalat, hogy egyre csökken az energiafelhasználás. Nyilván itt most a villamos energiáról van szó. Itt a villamos energia felhasználás az nem csökken. A hőszigetelések kapcsán a hőenergia, a gázfogyasztás az az elmúlt időszakban csökkent, hisz a panelházak felújításán ez a hatás megjelent. Villamos energiánál tavaly évben rekordokat döntöttünk, tehát a legnagyobb mennyiség villamos energia felhasználásra került sor, és a legnagyobb csúcsot is tavaly január 11-e környékén értük el, amikor Magyarországnak a villamos energia igénye elérte a 6780 megawattot, ilyen teljesítmény igényt még sosem regisztráltunk, és az ország termelése 45 terawattóra fölött volt. Ezt azt tudjuk mondani, hogy 2,3%-kal több, mint 16-ban. Tehát egyértelműen megállapítható, hogy a villamos energia igény az növekszik, az nem csökken. De csak a lakossági? Vagy nem, ez ebben az ipar. Tehát ez együttesen. Tehát ahogy a lakosságnál is megjelennek azok a gépesítések, elektromos mobilitásnak a eszközei, ezek mind villamos energiát igényelnek, illetve azok az ipari fejlesztések, amit naponta bemutatásra kerülnek, akár csak Kecskemét környéki, de más feldolgozóipar, ugye minden villannyal is üzemel,
Az egyértelmű, amikor gazdasági fellendülés van, az villamos energiára is szükség van. Akkor az, mert pont erre gondoltam én is, hogy akkor ezek értelemszerűen, hogyha nő a gazdaság, ha nő az ipar, illetve ugye a lakossági fogyasztás is, akkor, vagy igény, akkor több áramra van szükségünk. De ott van például Németország. Ugye azt látjuk, hogy 1990 óta egyre növekszik az ipar teljesítménye, ugyanakkor az energia, a villamos energia felhasználásuk a stagnál azóta. Hát, ugye, vagy legalábbis nincsen egy ilyen inkább a termelésük eltérés. Stagnál, tehát a német termelés, mert ő külföldről finanszírozza meg, és hogy ő az atomenergiát le akar építeni, a megújulókra nagyon sokat költött, fejlesztette, de azt kell mondani, hogy még nálunk 35 forint kilovattórája a villamos energiának, nál lesz 93, és azokat az időszakokat, amikor nincs szél, nincs nap, az tulajdonképpen az európai hálózatok felhasználásával szlovák, cseh, lengyel szennes erőművekből, de akár csak francia atomerőművekből használja, elégíti ki. Tehát egy ország esetében ez a megoldás tartható, teljesíthető, de minden ország erre állna rá, hogy a szomszédországok igénybevételével szeretné kiegyenlíteni a hiányzó időszakokat, akkor tulajdonképpen megoldhatatlan gondot jelentene. Ez pillanatnyilag ma még egész Európa kiszabályzásába, tehát Németország kiszabályzásába részt vesz az egész európai villamos energiarendszer, de csak ugye egy országot kell ilyen mértékben. Egyébként Németországnak is hosszú távon nem véletlenül kell pótolni, és hogy akkor a karbonmentesítést, hogy szénbányákkal egyébben akarja megoldani, olyan környezetvédelmi célokat nem fogja tudni kielégíteni. Ugye erről beszéltem, igen, erről én is a beszélgetés elején. Ugye azt mondta, hogy most az importunk 30%-ra tehető. Hogy fogunk állni, amikor már kész lesz az új blokk? Hát ugye a Mavir közleményei szerint 30-ig, tehát 2030-ig hiányozni fog 7000 megawatt teljesítmény, hiszen az elavuló szennes erőműveket, gáz erőművekből, azokból építettünk korszerűbbeket, de az olajosokat már vagy leálltak, vagy még le kell állítani. Azt jelenti, hogyha bejön ez a 2400 megawatt teljesítmény, plusz teljesítmény, amit 26-ban, 27-ben mondjuk, hogy ez kereskedelmi blokká, tehát már ez a villanyon lehet kereskedni, akkor is még hiányozni fog majd 5000 megawatt teljesítmény a rendszerből. Tehát tulajdonképpen a Paks 1-nek a pótlásáról tudunk beszélni, 32-37 között, ugye most kapta meg a 4-es blokk a 20 éves üzemidőhosszabbítást, ezek a blokkok is le fognak állni, tehát átmenetileg jobb helyzetben vagyunk, de értelemszerűen ott nekünk nagyon ma már azon kellene gondolkodni, hogy Pakson kívül milyen más erőművet fogunk építeni. Mert egyébként még ott van a Vértes erőmű, nem? A Vértes erőmű ott van, de ő is körülbelül a 20, tehát abban az időszakban, amikor bejön Paks 2, körülbelül ő is a megnövelt üzemidejét, hisz ugye a Vértesi erőmű, illetve nem a Vértesi, hanem a Mátrai erőmű, az a Paks előtt épült, mert utána még épültek más erőművek, tehát szennes erőműként az egyik legidősebb erőmű. Akkor tulajdonképpen nem is beszélhetünk klasszikus értelembe véve kapacitás bővítésről, hanem inkább kapacitás fenntartásról? Hát átmenetileg egy pár évig ez bővítés, de a villamos energia igény szempontjából nem lesz bővülés, hiszen a hiányzókat még, mint mondtam, más forrás építésével is pótolni kellene. Mit is mondott, hogy pontosan milyen kapacitás bővüléssel jár magának az erőműnek a megépítése? Hát az új két blokk az 2400 megawatt teljesítményű lesz, egy-egy blokk 1200 megawatt teljesítményű lesz. A jelenlegi Paksi az a növelt teljesítménnyel együtt is 2000 megawattosnak tekintjük, tehát 4000, tehát a 400 megawatt lesz átmenetileg az atomerőkapacitás, és hogy 32 és 37 közt leáll, akkor visszacsökken az atomerőkapacitás 2400 megawattra. Jó, az eddig elmondottak alapján akkor erre szükség van, ez lehet egy megoldás, csak éppen azt mondják az ellenzők, hogy a gazdasági szempontból óriási kockázatokat rejt az atomerőmű bővítése, és hát a lehetőségekhez képest ez egy drága megoldás.
Hát igen, ezen vita van, de hogy amikor a ellenzék a brüsszeli bizottsághoz fordult, hogy vizsgáljon meg ennek a erő megtérülésének a számait, a bizottság megvizsgálta, egyértelműen azt mondta, hogy megtérülő, profitot termelő beruházás. Tehát tulajdonképpen az ellenzék azt a vizsgálati eredményt se fogadja el, amit ő kezdeményezett. Tehát mi most is tudjuk az 1-4 blokk üzemeltetési mutatói milyenek. A legolcsóbban állítja elő a villamos energiát a jelenlegi 4 blokk, és ugyanez várható el a két új blokktól, hisz hosszú távon mind a gáz, mind az olaj áremelkedésre számítani kell. Ezt látjuk, ez politikai döntéshozók döntik el, hogy mi a világpiaci ára, még a nukleáris energia üzemanyaga az mindig bekészletezhető, több évre eltárolható, és kevésbé érzékeny a politikai döntésekre. Jó, az ellenzéki véleményekről egyébként igen, majd ön után fogok beszélgetni Bánki Erikkel, úgyhogy térjünk rá konkrétan a beruházásra. Hol tart most? Megtörtént-e az első kapavágás? Az első kapavágás még nem történt meg, hogy ott tartunk, hogy március 6-án 17-ben a brüsszeli bizottság akkor az utolsó ügybe is megadta a zöld lámpát. Ekkor lehetőségünk volt arra, hogy 16 hónapra felfüggesztette a brüsszeli bizottság az építkezésnek a technikai és pénzügyi kifizethetőségének a munkáit. Ezt amikor március 6-án feloldotta, akkor mi elkezdtük a visszamenőleges 15 évi munkák kifizetését. Megtörtént az a módosítás, hogy a 16 hónap állást, amit Brüsszel idézett elő, azt az orosz féllel megegyeztünk, hogy azt a szerződésben módosítjuk. Nem csak a 16 hónapot, ez Brüsszel előírta, hogy 55%-át a beruházásnak európai nyílt versenyeztetésbe kell az orosz félnek meghirdetni. Ezt úgy kalkuláltuk, hogy ez 6 hónap időigényt jelent, tehát összességében decemberben a brüsszeli bizottság jóváhagyásával megtörtént a 22 hónapos tervmódosítás. Idejében elkezdjük a fölvonulási épületek építését, közel 70 épületet kell az erőmű területén megépíteni. Bocsássa meg ebbe igen, egy pillanatra közbevágnék, mert hogy azt olvastam, hogy nem mindenben felelnek meg a magyarországi előírásoknak a felvonulási épülettervek. Miben volt hiba? Hát én úgy gondolom, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy nem mindenben felelt meg. Volt, amelyek dokumentációt bővebb, számosabbat adott be az orosz fél, mint amit kellett, és volt, amit hiányosabban. Tehát ő neki még ezt úgy mondom, hogy a házasságban is össze kell stimulni az első időszakban, tehát a magyar hatósággal neki ez volt az első ügylete. Tulajdonképpen magyar tervezőket nem von be, úgy gondolta, hogy ezt önmaga tudja teljesíteni. Mert hogy arról és minden is volt országban, szó, még talán ön is mondta, nem, igen, hogy magyarok fogják elkészíteni ezeket a terveket. Igen, de ő itt a fölvonulási épületeket ezt egyszerűbbnek tartotta, de a magyar engedélyezés, magyar szabályok az alapvetően különböznek a Oroszországban meghonosított szabályoknak. Itt inkább ennek a eltérésből adódó, nem megfelelő mennyiségű, illetve olyan eset, hogy túlzott dokumentáció került átadásra. Azt gondolom, hogy azért kérte vissza az orosz fél, tehát nem elutasította a hatóság, hanem visszakérte az orosz fél, hogy bevonva most már rájött, hogy igenis magyar tervezőket igénybe kell venni, aki a magyar nukleáris hatóság igényeit, a nukleáris biztonsági szabályzatot, ezeket lesz, ismeri. Nem lesz csúszás az épületeket, el fogjuk tudni következő hónapokon belül kezdeni a fölvonulási épületet. És magát a főépületet, ami a technológia, annak az engedélyezése az egy hosszabb. Ott áprilisban fogjuk mi megkapni az orosz féltől az engedélyezési terveket. Ezt nekünk 7. hó végéig Paks 2 projekt ezt tanulmányozza, ellenőrzi, és átadja a hatóságnak. A hatóságnak 15 hónapja van ebből, nemzetközi szakértőket is bevon ebbe a munkába 12 hónap időtartamra, és ez a 12 hónap és a további 3 hónap után dönt a hatóság, hogy megépíthető az erőmű. Ez azt jelenti, hogy magára a főépületre, ott leghamarabb 19. októberére fogjuk megkapni az engedélyt, addigra a fölvonási épületeket megépítjük,
és ha megkapjuk az engedélyt, akkor maga a főépület munkagödrét, az alaplemez szerelését meg tudjuk kezdeni 19 végén, 20 elején. Jó, ugye említettük azt, hogy volt arról szó, hogy esetleg ezeket a terveket magyarok készítik. Kíváncsi lennék, hogy ez a bizonyos 40%-os magyar beszállítói arány, ez tartja magát? Ez meg tud valósulni az egész projekt kapcsán? Tehát ugye ez egy közös szándék, hogy ezt megvalósítani. A terveket egyébként az orosz fél készíti, csak a honosítás, tehát hogy megfeleljenek a magyar előírásoknak, a magyar szabványoknak, az abba fognak közreműködni magyar tervezők, ami szintén egy jelentős munka, és több százezer oldalt kell átnézni, ellenőrizni, és majd 30 ezer oldalt fordított magyar nyelven átadni a hatóságnak, tehát ez egy jelentős, de a kivitelezésben is azon komolyan kell dolgoznunk, hogy ez a 40% beszállítás megvalósuljon, hisz az elmúlt években, évtizedekben a magyar nagyipar tulajdonképpen megszűnt, tehát azokat a nagy cégeket, akik az utolsó erőműépítkezésben Magyarországon részt vettek, azokat nem találhatjuk. Az is a Becskázi Attila államtitkár úrnak a feladata, hogy ezeket a cégeket, akik ma léteznek, úgy föl kell szintre hozni, kell közöttük egy szövetséget kötni, hogy alkalmasak legyenek a beszállító feladatokra. Akkor erről feladatokra. Majd őt fogom kérdezni. Igen. Bejárta a sajtót az év elején, hogy süllyed a négyes blokk. Pánikkeltésről van szó, vagy reális veszélyről? Egy kampány téma lett ma Magyarországon az atomerővel kapcsolatos minden ügy. Ugye, ha azt mondanám, hogy majd a újságírók és a parlamenti képviselők tudják jó üzemeltetni a paksi atomerőművet, az nem igaz. Alapvetően a műszaki szakemberek üzemeltetik a paksi atomerőművet. Ez a folyamat, ez amióta megépült az erőmű zajlik, nem számottevő. Az engedélybe azért szerepel, hiszen egy figyelési szintbe lett állítva az engedélybe. Hatóság erről a süllyedésről, vannak időszakos biztonsági jelentések az erőmű történetében, ezt 10 évente, vannak éves jelentések, ez mindig jelenti a hatóságnak, és a hatóság, mint ismert műszaki kérdést, rögzített egy értéket az engedélybe, hogyha azt az értéket majd elérjük a következő 20 év során, akkor meg kell állni, és meg kell határozni azokat az intézkedéseket, ami után tovább tudjuk üzemeltetni a blokkot. Végezetül ugye ön lesz Paks országgyűlési képviselőjelöltje, nyilván a Fidesz részéről, azért a térség a haszonélvezője lesz ennek a beruházásnak. De mindenféleképpen nem csak a térség, hanem az ország is, és mindenkinek. Tehát, ahogy mondtam az elején, olcsó, biztonságos, és ugye a gazdaság számára is, nem csak a lakosság számára adunk olcsó villamos, hanem ez azt jelenti, hogy akkor további ipar Magyarországra telepítése várható, hisz mi azt mondjuk, hogy nem a béreknek olcsónak lenne, hanem az energiának, a közműdíjaknak, és akkor ugyanúgy a befektetők megcélozzák Magyarországot, és ha a munkabér magasabb, akkor bízunk benne, hogy nagyon sok fiatalnak tudunk munkát adni Magyarországon. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm én is.